Köszöntöm Önöket a FitMix-ben, ahol mindig a szabadidős életmód és sport témáké a főszerep. Ez alkalommal a Rákoshegyi VSL Teke csapat 2018-as sikereivel foglalkozunk, úgyhogy bőven lesz miről beszélgetni. Rózsa Balázs, a Rákoshegy VSL elnökségi tagja, és Rózsa Drajkó Gabriella, a csapat válogatott tekejátékosa. A vendégeim, köszöntelek benneteket a stúdióban. Sziasztok! Köszönjük a meghívást! Először beszélgessünk a 2018-as évről összefoglalóan, ugyanis nagyon szép eredmények születtek mind a felnőtt csapatnál, mind az ifi játékosoknál. Így igaz. Nagyon nehéz évünk volt a tavalyi szezon. A 2018-as év nehéz véghajrában sikerült a második helyet megszereznünk a bajnokságban. A bajnokság lezárulta után rendezték a Magyar Kupa döntőt, ahol a legjobb négy csapat mérte össze a tudását egymással. 6 játékos játszott minden csapatból, egyszerre 4-en voltak pályán minden csapatból egy játékos, tehát 6 sorban játszottunk. 4x30 dobás ugye egy versenyszám egy embernek, vagy egy játékosnak, és minden 30 dobás után a legjobb, abban a sorban a legjobb játékos kapott 4 pontot, a második 3 pontot, 2 és 1 pontot, és így a legjobb játékos, mondjuk ha minden 4 pontot elhozta, vagy minden 4x30-on volt a legjobb, akkor 16 pontot lehetett összehozni, és ugye ezt 6 játékoson keresztül, és a legtöbb ilyen pontot, nem tudom, szetpont, vagy hogy nevezzem, szetpontot elért csapat nyerte meg a Magyar Kupát, és ez a Rákoshegyi VSL volt. Így visszatekintve az előző évre erre a teljesítményre, mennyire vagytok vele elégedettek, mennyire készültetek, hogy itt élnéd meg a csapat külön a tagjainak a teljesítményét? Tehát a második helynek nagyon örültünk. Lehetett volna jobb is, de voltak meccsek, ahol nem úgy teljesítettünk, ahogy tudtunk, ahogy képesek lettünk volna rá, tehát lehetett volna akár jobb is, viszont annyi nehézséggel küzdöttünk a szezon során, hogyha ezt tehát eleve mondják, hogy második helyen végzünk, akkor lehet, hogy aláírtuk volna, hogy jó lesz a második hely is. És ami nagyon fontos, ugye a második hely az még mindig nemzetközi kupa szereplést jelentett, tehát Európa kupára tudtunk vele menni. És a sok-sok megmérettetés mellett, Balázs, hogyha jól tudom, akkor számos változás is történt a 2018-as évben is az előző évekhez hasonlóan. Igen, hát a nyáron azért ugye mindig van játékos mozgás, és egy világbajnok játékosunk szintén Romániába igazolt, egy másik játékosunk pedig Siófokra, ifjúsági világbajnok. Helyettük sikerült leigazolni a BKV ifjúsági világbajnok játékosát, Soltész Katalin, valamint anyai örömök után visszatért szintén egy világbajnok játékosunk. Tehát nagyjából úgy kiegyenlítődtek a viszonyok, és így vágtunk neki a következő szezonnak. Gyönyörű kupák és érmek vannak itt az asztalon és az asztal körül. Először beszéljünk a csapat Európa kupáról, ahol is ezüstérmet sikerült szereznetek, és ezt Szarajevóból hoztátok haza. Így van, ugye hogy második lett a csapat, így kvalifikáltuk magunkat az Európa kupára, amit Szarajevóban rendeztek, rendkívül fifikás és technikás pálya volt. Ez abból is látszott, hogy a selejtező során sem a nőknél, sem a férfiaknál nem voltak annyi igazán kiugró eredmények, pedig nagy nevű játékosok is részt vettek a versenyen. Hát az utolsó játékos előtt igen szoros volt az állás, ugyanis több csapat is 10 szám belül volt, aztán talán a negyedik helyen álltunk az utolsó játékos előtt, és ugye a legjobb 4 csapat jut tovább, akik a legtöbb fát érik el, tehát itt nem számít az egymás elleni, csak a legtöbb fa. És az utolsó játékosunk, a Tóth Katalin, ő kiválóan játszott, úgyhogy behozta a csapatot a harmadik helyen. Ugye a harmadik helyre jutottunk be, és ezáltal a második csapattal, akik a német Schreckheim voltak, velük játszottuk az elődöntőt. Amilyen döcögös volt egyébként a selejtező, tehát többünknek nem úgy sikerült, ahogy szerettük volna, meg amire képesek lettünk volna. Annyira nagy elánnal vetettük bele magunkat az elődöntőbe a németek ellen, hogy igazából esélyük sem volt, tehát végig kézben tartottuk a mérkőzést. Pedig ők egy kemény ellenfél, igen, ha jól tudom. Igen, nagyon jó játékosok, és nagyon szívósak, tehát tudni kell róluk, hogy nekik nincs vesztett helyzet, tehát hogyha nagyon padlón vannak, akkor is képesek fordítani. De szerencsére aznap mi bizonyultunk jobbnak, úgyhogy sikerült a döntőbe jutnunk ezzel a győzelemmel. És hát a Bajnokok Ligájában pedig a legjobb 8 közé jutás volt a cél, hogyha jól tudom, és a csehekkel egy igen szoros mérkőzést vívtatok, és nagyon jelentéktelen pontkülönbséggel maradtatok alul.
Igen, hát a Bajnokok Ligájára ugye a kvalifikáció az a nemzetközi kupáknak a végeredménye alapján kerül kiszámításra, és az ellenfelek is ez alapján kerülnek megállapításra. A KK Szlovárosice cseh csapat, ő a világkupán szerepelt, és ott azt hiszem az ötödik helyet szerezték meg. Így kerültek velünk, ugye mi Európa Kupa második helyen végeztünk, így játszottunk egymás ellen, az első mérkőzés Csehországban, a másodikat pedig itthon játszottuk ellenük. Igazából a célunk nyilván a továbbjutás volt, és azt gondolom, hogy a két csapat nagyjából azonos játékerőt képvisel, náluk is vannak világbajnok játékosok, náluk is vannak fiatal tehetséges játékosok, vannak öreg rutinosabb játékosok, ezért gyakorlatilag valóban egy ilyen kiélezett mérkőzésre lehetett számítani mind a két alkalommal. Odakint a mi stratégiánk az volt, hogy gyakorlatilag az első két sorban megpróbáljuk megfogni és megverni őket, és aztán ezt a végén megtartani és így győzni. Hát ez majdnem részben összejött, mert vezetünk előnünk az első két sor után 3-1-re. Hát a fakülönbség az nem volt, pont nullán álltunk, tehát ez is mutatja, hogy mennyire szoros volt ez a mérkőzés. Aztán a befejező sorban elvertek bennünket, és gyakorlatilag kikaptunk 5-3-ra. De ez nem jelentett problémát, mert azt gondoltuk, hogy itthon sikerül ennél nagyobb arányban is győzni. Itthon szintén egy kiélezett mérkőzés volt, szintén több helyen lehetett volna egy kicsit másként, és akkor most mi örültünk volna a továbbjutásnak, nem így alakult. Én azt gondolom, gyakorlatilag ez a harmadik szezonunk, hogy a Bajnokok Ligájában is indulunk. Sok tanulság van, sokat kell még tanulni, sokat kell fejlődni, érik egyre jobban a csapat, és rutinos. Ráadásul a Bajnokok Ligájában megszerzett tapasztalatokat, én azt gondolom, hogy a hazai bajnokságban is tudjuk kamatoztatni, hiszen itt azért most akár a szlovén Celje ellen, akár itt a csehek ellen játszottunk. Ezek a kiki mérkőzések, itthon nem sok van ilyen. Tehát nem sok olyan meccset játszunk, ahol 3400-3500 fát tud az ellenfél, és mondjuk nüanszokon vagy apróságokon múlna a győzelem, ki akarja egy kicsit jobban, vagy ki tud éppen jobban koncentráltabban játszani. Ezeken a mérkőzéseken én azt gondolom, ilyenfajta rutint is szereznek a milányaink, amit aztán reméljük, hogy a bajnokságban majd kamatoztatnak. Igen, hiszen már olyan sikeresek vagytok, hogy lényegében mondhatjuk, hogy nektek az ellenfél külföldön van. Tehát az erős csapatokkal kell, hogy megmérkőzzetek, hogy tapasztalatot szerezzetek. És ugye volt szó az összecsiszolódásról, ez mennyire nehéz, Gabi, hogy látod? Abszolút jó a csapat hangulata, közeg, tehát tényleg egy nagyon családias csapat vagyunk. Azért nehéz az összecsiszolódás, ha így nevezzük, mert ugye mindenki dolgozik, iskolába jár, tehát úgy tudunk csak, tehát különböző időpontokban járunk le edzésre, nem nagyon találkozunk hétközben, tehát csak a meccseken van együtt úgy igazán a csapat, vagy amikor néha úgy tudunk egyeztetni időpontot, hogy el tudunk valóban menni csapat összetartásra, valamilyen programot szervezni. Egy igen tevékeny 2018-as szezon áll a hátatok mögött, és aki nem volt még ilyen teke mérkőzésen, az nem tudja, hogy jó hosszú is egy ilyen mérkőzés, és jól elnyúlhat. Tényleg gyakorlatilag egy fél napig, egy egész napos időintervallumról beszélhetünk. Mennyire volt megterhelő ez számotokra, hiszen több nagy mérkőzésetek is volt az év folyamán? Igen, a felkészülést azt ugye július végén, augusztus elején kezdtük meg. Szeptember elején már indult a bajnokság, tehát volt igazából egy hónapunk fölkészülni a szezonra. Ez azt jelentette, hogy minden hétvégén meccsünk volt, valamilyen mérkőzés. Ugye hétközben vannak az edzések, heti két edzésünk van, ugye mellette dolgozunk, iskolába járunk, és hétvégén a mérkőzések, meg az igazság, hogy hát nehéz, megint nehéz szezonunk volt, tehát ez a fél évünk, mert rengeteg sérülésünk volt, tehát hogy úgy kellett összeszednünk magunkat minden mérkőzésre. Tehát mérkőzésről mérkőzésre összeszorított foggal küzdeni a pályán, hogy minél jobb eredményt érjünk el. És milyen sérülések voltak ezek, hogy sikerült összeszedni, összegyűjteni őket? Igazából majdnem mindenki sérült a csapatban. Tehát, hogy ajaj. Hát ugye nyilván a tekesport azért egy megterhelő sportág. Ez nem kiméli a térd, illetve derék, gerinc fájdalma. Nyilván ez változó. Most van, aki térsérülés miatt operációra vár, másnak a gerincével folyamatosan gyógytornászhoz jár, hogy rehabilitáció valahogy összekaparja magát minden hétvégi bajnoki mérkőzésre. Tehát tényleg a lányok előtt le a kalappal, kitettek magukért, küzdenek egymásért, gyakorlatilag
mérkőzésről mérkőzésre sokszor tényleg az ellenfelek nem is tudják, hogy milyen harc dúlt azért, hogy egyáltalán ki tudjunk állni, és utána próbálnak a pályán természetesen ennek látszata se legyen, és akkor gyakorlatilag én azt gondolom, hogy amit eddig elértünk a szezonban, erre büszkék lehetünk, és hát reméljük, hogy a jövő következőkben pedig még jobban sikerül majd szerepelni. És hát a Rákos mentiek is büszkék lehetnek ezekre az eredményekre, sőt, hogyha jól tudom, akkor az ifi csapatok egyéniben is nagyon jól szerepelnek, és összetett egyéniben. Igen, gyakorlatilag ugye mindig őszi szezonban van a ifjúsági serdülő játékosoknak egy feljutásos rendszerű egyéni bajnokság, amelynek a döntője mindig decemberben rendezik meg. Ezúttal most Budapesten a BKV pályán rendezték a lányok számára serdülő ifjúsági, és itt sikerült ifjúsági kategóriában Tóth Katalin révén egy sprint aranyérmet, illetve egy egyéni és egy összetett egyéni ezüstérmet, valamint Pásztor Enikő révén egy serdülő sprint második helyet elérnünk. Azt gondolom, ezek nagyon szép sikerek. Ezen kívül még két lány kvalifikálta magát az országos döntőbe, valamint a fiúknál is két serdülő fiú kvalifikálta magát. Náluk azért nagy szó ez, mert ugye ők MB2-ben játszanak, és gyakorlatilag az MB2-es létükre sikerült a Szuperligás MB1-es csapatok utánpótlás játékosai közébe furakodni magukat. Az országos döntőben nagyjából ilyen középmezőnyben végeztek, úgyhogy azt gondolom, hogy ezek szép sikerek valóban. Abban a tekintetben, hogy hol tartjátok az edzéseket, változatlan a helyzet? Igen, sajnos egyelőre még mindig nincsen saját pályánk, így a lányoknak minek utána a Szuperligában kötelező a panelpálya, a Ferencváros pályán bérlünk lehetőséget, a fiúknak pedig ugye a Málvállomás melletti Rákoshegyi pálya szolgál edzésre, illetve mérkőzésre is, de nagyon nagy szükségünk lenne, hogy mi hamarabb megépüljön most már a saját tekepályánk, mert utánpótlás nevelés terén jelent egyfelől nagy anyagi kiadást azt, hogy bérelnünk kell más pályán, másfelől pedig egy saját pályában rengeteg potenciál rejlik, ugyanis most ugye fix edzésnapokon, fix edzésidővel tudunk dolgozni, de ha lenne saját pályánk, ahol azért mi rendelkezünk mégiscsak a játékidővel, ott könnyebben beleférne az, hogy egyik-másik játékos nem ér rá a fix mondjuk hétfő-szerdai edzésnapon, de kedden tudna menni, akkor nem morzsolódnának le a sportágról, sokkal nyilván a kerületből tudnánk iskolákat hozni, akkor sokkal nagyobb bázist is tudnánk teremteni. Tehát akkor sok ebben a potenciál és a lehetőség. Igen, reméljük. Most majd az év elején tudtok egy kicsit pihenni, illetve a 2019-es évre mik a tervek, mit lesznek a fontos megmérettetések majd? Hát ugye folytatódik a bajnokság, jelenleg a második helyen állunk, de az élmezőny azért szoros. Jelenleg a Ipartechnika Győr csapata vezeti a bajnokságot, egy ponttal mindössze előttünk, mögöttünk van egy ponttal a tavalyi bajnok, a Zalaegerszeg. Mi utazunk még Zalaegerszegre, Győr jön hozzánk, tehát nagyon érdekes lesz majd a bajnokság véghajrája. Reméljük, hogy sikerül minél jobban abszolválni, és akár a bajnoki cím is újra megismétlődhet. Ez nagyon nehéz, de hát a lányok mindent meg fognak tenni, hogy ez sikerüljön. Folytatódik a Magyar Kupa, ugye a Magyar Kupáról még annyit azért el kell mondani, hogy ez egy új lebonyolítású, első ízben írták ki úgy, hogy volt egy selejtezője, ahol egymás ellen játszottak, mi a Rákoshegy 2 ellen játszott, tehát a két csapatunk Rákoshegy 1, Rákoshegy 2 egymás ellen játszott, és úgy jutottak a négy közé, valamint a döntő lebonyolítása is egy új lebonyolítású verseny volt, és ebből kifolyólag azt gondolom, hogy ez egy óriási siker volt, hogy sikerült nekünk megnyernünk ezt az első Magyar Kupát, és hát reméljük, hogy esetleg akkor ezt sikerül meg is védeni, hát majd meglátjuk. Ebben az új lebonyolítási rendszerben azt gondolod, hogy nehezebb volt ezt az eredményt elérni, mint az eddigi rendszer szerint? Az osztrák kupadöntő alapján került lebonyolításra most a Magyar Kupa. Ez egyébként a semleges nézők számára egy rettenetesen izgalmas és talán érdekes verseny lebonyolítási szisztéma. Nekünk inkább ez egy kicsit nagyobb odafigyelést igényelt, és hát a lányok részéről is, mert ugye itt nem lehetett kiengedni, nem az döntött, hogy majd a 120 vegyes gurítás végeredménye mi lesz, hanem minden szettet el kellett ahhoz hozni, vagy minél több szettet el kellett ahhoz hozni, hogy a végén kupagyőzelem legyen a végeredmény.
de hát azért ehhez tényleg teljes koncentráció kellett, mint tényleg a játékosok és a szakvezetés az edző részéről is. Gabi, még annyit mondjunk el, kérlek a végére, hogy te a saját teljesítményedben, illetve a csapattársaidtól mit vársz 2019-ben egy ilyen nagyon kemény 2018-as évad után? Az én játékom jelen pillanatban átalakítás alatt áll. Az edzővel nagyon keményen dolgozunk rajta, hogy visszatérjen a régi formám. Tehát megvan a régi játék, csak fejben még össze kell raknom magam, de nagyon bízom benne, hogy jó lesz. És a többiektől én nem várok más, csak azt, amit eddig, hogy mindenki maximálisan odarakta magát a pályára, és amit tudott aznap, azt nyújtotta. És az, hogy az mire lesz elég, azt majd meglátjuk. És ez szerintem bárki számára látszik is, aki elmegy és megnéz benneteket bármilyen megmérettetésen. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek hozzánk, és hasonlóan szép eredményeket, vagy jobbakat kívánok nektek a 2019-es évadra is. Köszönöm még egyszer. Köszönjük. Köszönjük a lehetőséget. Önöknek pedig köszönöm a figyelmet, újabb Fitmix témával ismét hétfőn jelentkezünk. Viszontlátásra!